fogunk hallani. Az, hogy mi vagyunk az Apostoli Magyar Királyság után megjelenítve, ez teljesen hivatalos. Számtalan újság megírta, szoktak az eseményeinkről tudósítani, Index, Hír 24 rendszeresen tudósít ezekről a dolgokról, BBC belehozták a kormányra esküdtételét, hát ez a történelmet tanult kettős hatalmi struktúrál a hazánkban, van egy hatalom, aki most egy birtokra egy hatalmat, és ellop az emberektől mindent, és szerepet osztott a szociális háló, és vagyunk mi, akik azt mondjuk, hogy felosztottuk a nemzeti vagyok, egy perc, az egy igazságos, mert az, hogy és nem akarok személyeskedni, hogy a Rahel Lapontól ezt kastélyt, a Csányi úr 25 ezer forint, egy hektár után veszi a föld alapú támogatást. De és most nem tartozik ide a per tárgyához, jó? Tehát ami nem tartozik ide, akkor igen, csak ide értem, csak ezt annyit azért mondtam a tisztelt bíróság részére, hogy a beavatkozásunk azért is szükségszerűen egyrészt a jogerőtti egyenlőségnek a biztosítása, ami viszont a legfőbb törvényi cél, és ezek az emberek, akik nem tudnak ügyvédet megfizetni, az ingyenes jogi segítség nyújtása, meg nem mennek semmire se. Én most is a tárgyaláson vigyel, hogy rendkívül pusztáltan az ember a végére, amikor nem szólalhat meg az alperes helyett, és nem tehet nyilatkozatot az ügy érdemére, vagy csak maximum jogi érdek, ami jogi érdeket azért én is tudom, hogy 90%-ba beavatkozás iránti kérelmeinket, vagy 80%-ba, tehát nagyobb százalékba utasítják el, mint amennyire engedik meg a bíróságok is. Még az alperesnek már azt sem jutott eszébe, hogy elmondja, hogy ő a mennyiségre vonatkozva. Ügyvéd kirendelése érdekében a jogi segítség jutó szolgálathoz való fordulásra, hogy tájékoztattam az alperest, és a részletesebb további tájékoztatást szeretne, ugye azt ott kellene megkérni, és nagyon sok tájékoztató is, mert a bírósági épületében is vannak erről tájékoztatók. És ez nem, tehát ügyvédek közül lehet választani, tehát pártfogó ügyvéd csak ügyvéd lehet. És polgári peres eljárásban nyilván, hogy a képviseletében tud segíteni az alperesnek, ez és ezzel mondja, hogy eredményesen is segítenek, tehát nagyon szép munkát végeznek a pártfogói. Én örülök a bíróság ez a tapasztalatban, de mondtam, hogy nekünk, hogy 200 ügyvéd tudok beszámolni, ahol legalább 200 ügyet ismerek, ahol nem... Ezt a pár mondatot akkor még lediktálnám, jó? Igen, de ez viszont azt mondja, hogy az alaptörvény szerint most, amire tetszik hivatkozni királyságban, és itt a köztársaság törvényeit tetszik ismert, tehát itt erre szerettem volna rámutatni, hogy nem biztos, hogy velünk van a baj, vagy az alperesnek a jogértelmezésével van a probléma. Borbény József beavatkozni kívánok, kettős pont ügybekezdése. Még személyes nyilatkozatot szeretnék tenni a beavatkozási kérelem tárgyában azzal vesző, hogy az alaptörvényben nemzeti hitvallásról van szó. Bocsánat, a nemzeti hitvallás részben a preambulum csak most annak hívják, tehát a preambulum részt, a bevezető részt nemzeti hitvallásra tervezték el, ez a hivatalos elnevezése. Ez tulajdonképpen a preambulum, amelyben lefektetettek, kihatnak az egész jogszabályra, és alkalmazni kell azokat. Font. Az 1900... Most nem tudom, itt a régi alkotmányra hivatkozott? Nem, hanem a preambulumban, tehát ebben a nemzeti hitvallásban most ugye ez a Schmidt-féle húsvéti alkotmány nevezhetjük akárminek, már ilyen ugye nevei vannak, ennek a nemzeti hitvallás itt a preambulum részében rögzítve van, hogy ez a törvényhozás, tehát akik ezt meghozták, ez a jelenlegi parlament, ez azt nyilatkozta ki, hogy nem ismerik el az arra
a történelmi alkotmánynak a felfüggesztését, mert ugye köztudomás, hogy 1944. március 19-én a német megszállás napján felfüggesztették ezt a történelmi alkotmányt. Nem tudtam, mire akar ezzel utalni. Ugye, ami hatálytalaníthatatlan. Annak az egész jogszabályra és alkalmazni kell azokat, újsor. Felfüggesztették 1944. március 19-i hatállyal az aranyhullát. Hát én vagy inkább a történeti alkotmányra az aranyhullat, nem mindenki érti a történeti alkotmányt. Eljáró bíró hivatkozott Magyarország alaptörvénye. Alapvetés K cikkeiben foglaltakra. Én utalnék ugyanakkor a C cikkeiben az ellenállási záradékra. Pont. Ez eredetileg a tervezetben nem volt benne, azután mégis belekerült. De felmerült az is vesző, hogy az apostoli Magyar Királyságot is bele kellene tenni az alaptörvénybe, pont új bekezdés. Igen, bocsásson meg, a lényege nem került az a vegymunkat rögzítésre, hogy a törvényhozás, amikor meghozta ezt az alaptörvényt, akkor deklaráltan kijelentették, hogy nem ismerik el ezt a felfüggesztést. Erről az következik, hogy királyság van. Csak akkor utána hogy jön az, hogy az államforma köztársaság, ugye rögtön utána az alapvetésben van, hogy Magyarországnak az elnevezése az országnak. Ennek lényege az lesz, hogy azt mondták ki, hogy nem ismerik el a felfüggesztést. A felfüggesztést. Viszont az alaptörvényben. És bocsánat, még az is benne van, hogy a jogfolytonosságot a történelmi alkotmányunk biztosítja, ez is lehet, mert van ugyan a nemzeti hivatkozásban. És a jogfolytonosságot, mondja már említ. A jogfolytonosságot a történelmi alkotmányunk biztosítja. Ez kerül több rögzítésre. Ennél fogva pedig a... Tehát ugye ezzel kimondták, hogy királyság van. Kimondták az apostoli Magyar Királyságot. Viszont államformának a köztársaságot határozták. Ez egy fel nem oldható ellentmondás. Tehát innentől kezdve... Ez egy fel nem oldható ellentmondás. Pont új bekezdés. És egyszerűen annyiba el van intézve, hogy erre sehol senki nem válaszol, mindenki hallgat. Erre senki nem válaszol, erről mindenki hallgat. Pont új bekezdés. Jegyzőkönyv visszahallgatását nem kérték így az mellőző, ezután kiirdetve a következő végzés. A bíróság a mai tárgyalást elhalasztja. Új határnapon 2016. március 31. napjának 14 óráján tűzi ki, melyre jelenlévő alteres szóban vesző
végzés kihirdetésével vesző. Felperesi képviselők írásban jegyzőkönyv másolat megküldésével rendeli Bézni a Kecskeméti Járásbíróság, Kecskemét, Rákóczi út 11-19, első emelet, 102-es tárgyalótermébe. Pont újbekezdés. A bíróság a jegyzőkönyv másolatot és az abba foglalt Borbély József beavatkozási kérelmét azzal küldi meg felperesi képviselő részére, hogy arra 15 nap alatt szakasz egybekezdési alapján írásban, előkészítő iratban nyilatkozzon, pont újbekezdés. A bíróság felhívja Borbély József beavatkozót, vesző, hogy 15 nap alatt adja elő a továbbiakban a közvetlen jogi érteket vesző, amelyre a beavatkozást alapítja, vesző, valószínűsítse, vesző, igazolja, pertárgyához és annak mikénti elbírálásához kapcsolódó vagyoni, személyes jogi érdekeket. Ezt tárja elő és csatolja az ezt alátámasztó bizonyítékokat pont. Megkérhetném időn vagy egyszerűen? Természetesen mindenki kap e-mailbe is, a felperesnek pedig térti bevénnyel adom ki. Jó, ennyi akkor. E-mail címet akkor mondhatok? E-mail címet mondhatok? E-mail címet. Mert azt hiszem, hogy az nincs megadva.